Köszöntöm a Városi Televízió kedves nézőit. Folytatjuk hagyományos sorozatunkat, melyben az önkormányzati munkáról, az önkormányzat gazdálkodásáról beszélgetünk a Hajdúszoboszlói Képviselőtestület tagjaival. Következő vendégünk Rácz Tiborné doktor, aki a kettes számú választókörzet képviselője és a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a nézőket is. Képviselő Ösztöny, a belvárosi részbe hozzá tartozik a, az a körzet, amelyet ugyan elsősorban magas beépítésű házak alkotnak, de ennél azért most már tágabb az új ciklusban a, a körzeted. Újabb eltel, év elteltével, hogyan látod, hogyha összegezzük a 2012-es esztendőt, miben sikerült előrelépést elérni? Kezdjük talán a közteletekkel. Valóban, az új Körzet felosztások kapcsán szinte minden lakótelepi ö, lakás az én körzetembe került. Ez területileg lehet, hogy keveset mond, de lélek számba, lakosság számba igen nagy, hál' Istennek. Ezt már elmondtam az elmúlt évben is, és ö, még évekkel ezelőtt is, hogy mi abban vagyunk gazdagok ebben a körzetben, hogy szerintem a legszebb parkjaink vannak hiszen ha tavasszal, de akár még ha télen is, egy kicsit körbenézünk a belvárosba, valóban tágasak, szépek, és most már egyre rendezettebbek a parkjaink. No, ez az első látvány, amikor kinézek a negyedik emeletről az ablakból. De, hogyha jobban megnézem, bizony ezeket a csodálatos parkokat rendbe is kell tartani, ezeket a csodálatos parkokat meg is kell valamilyen járdán, vagy szervízúton közelíteni, tehát dolgunk az rengeteg van. Az elmúlt évben már ö, sikerült nagyobb szakaszokban, hiszen én azt a célt tűztem ki, nem csak magamnak, hanem a lakók kérésére, hogy próbáljuk meg elkezdeni a szerviz útjainkat, tehát a tömbök között lévő szervízutakat szervizutakat tenni, az őket körül ölelő parkokat, tehát esetleg fákat, cserjéket ritkítani, bontani, kivágni és újakat telepíteni, a kisebb kertrészeket is a lakók segítségével ápolni, gondozni. No hát én úgy gondoltam, hogy ez hamar fog menni. Ez nem megy olyan hamar sem időben, sem pénzben, hiszen az elmúlt évben közel 3 millió forintot tudtunk a körzetre fordítani a közterületek fejlesztésére, az idén is körülbelül ennyi pénzára rendelkezésünkre. Folytatod ezt a munkát, gondolom, amit megkezdtél? Tehát így a városközpont felől haladnak a fürdő irányába a munkák, ha jól tapasztaltam? Igen, természetesen. Úgy, ahogy terveztük az itt élő lakosokkal együtt, egy-egy területet fogunk föl, hiszen így haladunk majd ütemesen. Az elmúlt évben a szélfák alja páratlan oldalán, a 13, 15, 17, 19 részénél egy viszonylag nagyobb beruházású szervizútrekonstrukciót tudtunk végrehajtani, ezt is folytatnánk. Aztán gondoltuk, szintén a lakók kérésére, hogy a másik oldalra, hát átmegyünk, ott is vannak hasonló, nagyon-nagyon rossz állapotban lévő szervizutak, mindig ezt jelöljük ki, amelyik a, ugye a legrosszabb, és ott pedig a Major utca és az Isonzó utca környéke következne most. Ezek a nagyobb léptékűek. Az elmúlt évben egy közparkot is felújítottunk, nem nagy, de úgy érzem, hogy hogyha növekednek majd a növények, ez pontosan a szélfákai a 16 mögött lévő kedves kis parkrész, amelyet növényzetileg és teljesen átformálva megújítottunk. Itt már az új játszótér társaságába ez egy csodálatos rész lesz, és szeretném, hogyha egy újabb parkszakaszt tudnánk az idei pénzből megint felújítani. Játszótér ügyileg minden rendben van most már itt? De hogy is van rendben? Én ezen még nem csak képviselőként, hanem magánemberként is bosszankodom egy kicsit, és lehet, hogy egy olyat kérdeztél, amit nem is kellett volna, hogy itt a tévénézők előtt elmondjak. Most már bővelkedünk úgy játszóterekbe, hogy talán a belváros szempontjából helyileg jól megközelíthető helyeken van. Én szeretnék még egyet mindenféleképpen a járóbeteg centrum közelébe, de a másik oldalon nyilvánvalóan, tehát ott, ahol volt régen a Bányász utca 14 mögött, Igen, hanem is jó. olyan sok játékelemmel, de néhányal. Sajnos pályázati lehetőségünk most még nincs, de még lehet, tehát készülünk rá. Mi is bosszant igazán? Most már elértük azt, hogy azokat a játszótereinket, amelyek az EU-s szabványoknak nem feleltek meg, Azokat le kellett bontsuk. Nem én örülök ennek, senki nem örült ennek, de meg kellett tegyük, hiszen komoly büntetésre számíthatott volna az önkormányzat, ha nem tesszük meg. A Szélfák Aja nál mindenki ismeri ezt a gyönyörű kis parkrészt, amelyben még régi típusú játékok vannak. Ott sikerült azt elérni, hogy nem bontottuk le az egész játszóteret, hanem felújítjuk a játékelemeket, tehát így mondom, ez a játszóterünk is megmarad. Viszont a legújabb játszótereink esetében is újabb és újabb szabályok lépnek elő, tehát az önkormányzatnak folyamatosan még az új játszótereit is meg kell újítania. Egy kicsit elképesztő ez. Tehát nem rongálódnak, hanem újabb és újabb követelményeket állítanak a játszóterek elé és most. Ez nem szabványos, az nem szabványos, és egy kicsit azért elképesztő, hogy amit az elmúlt évben 16 millió forintért és igazán közkezdvelt kis játszóteret elkészítettünk, ott már játék elemrészeket kell cserélni. Ez a bosszúságom. Hát az akkor elég nagy bosszúság, és én ezt a pénzt van, is tudnánk költeni. Hiszen a hagyaszobosztó igyekszik megfelelni az én követelményeknek. Említetted, a, hogy a lakóközösséggel kapcsolatot tartasz, milyen más ügyes-bajos dolgaikkal fordulnak hozzád az itt élők, és mik azok, melyek azok, amikben tudsz segíteni rajtuk? Ö, probléma itt is nagyon sok van, természetesen ugyanúgy, mint a város többi részén, ahol kertes családi házak találhatók. A nagyobb részt most azt próbálnánk megoldani, hogy a társasházaknál még mindig vannak olyan lakótömbök, ahol a szemetes konténerek ugye a sárba vannak, és tavaly már ezt is elkezdtük, hogy a konténerek alatt kibetonoztatni azt a bizonyos szakaszt, ahová ezek kerülnek. Ez is egy kicsit a komfort érzetüket is növeli az itt élőknek, hiszen ilyen latyakos és rossz időben nem oda tapickolnak, amikor viszik ugye ki a szemetüket. Lehet, hogy apróságnak tűnik, de egy-egy tömbbe, egy-egy társasházi részbe sokan élnek. Hát bizony, készítettünk riportot, biztosan emlékszel te is, és foglalkoztunk vele nem csak riport formájában, hanem sok minden formájában, a kijelölt helyünk helyünkkel. Ez most újra problémává vált. Én azt hiszem, hogy most már a közelben lakók egy kicsit úgy érzik, hogy megint elhanyagolva lettek, hiszen ez a terület ugyan ki van jelölve. Ö, nem tudjuk, és nem vagyunk benne biztosak hogy a közterület felügyelet szempontjából, és én ennek még természetesen ö, járok utána, megfelelő módon ellenőrizve is van. Nem tudom, hogy elegendő számú ö, kuka van-e kihelyezve, de sajnos egyre több esetben is ezt a lakók nagyon panaszolják, ö, senki nem takarítja föl, már a kutyatartókról beszélek a sétáltatás utána, kis ürüléket és úgy gondolom, hogy ez pici probléma, de egy egész terület ö, jó érzését megrontja. Nem is gondoltam, hogy újra és újra vissza kell bizonyos témákhoz nyúlni. Ezzel függ össze sajnos, amit én nagyon ö, sajnálok, de én magam, mint képviselő nem sokat tudok ez ügybe tenni, a gazdátlan kutyák. Mégpedig újra egyre több kutya kerül az utcára. Főleg így van tavasszal, és most még ráadásul Azért is több, hiszen a csipet nem mindenki óhatja, vagy nem gondolja, hogy a kutyába helyezteti, és inkább szélnek kereszti a kis jószágot, akik ott gyűlnek össze, össze ahol tudnak. És hát, ezek hát. a nagy parkok. Nem a kutyák a hibásak és úgy gondolom, hogy ez ellen is tennünk kell. Ez most a tavasz egyik olyan kardinális kérdése, mert mindenki többször nyit ablakot, mindenki többször jön le sétálni, mindenki többször hozza le a gyermekét, unokáját, és szeretné, hogy ezek se legyenek. Nem panaszkodni akartam, de sajnos ezzel élünk együtt, és ez, ez nekünk valamilyen formában akár lakossági összefogással is mérsékelnünk kell, és meg kell oldanunk. És hát természetesen prób, de sok pénzt emésztő kis gondok. Egy-egy lépcsőház bejáratnál, a utak hiányossága, járdák javítása. Mindig megkapom a jelzéseket, ahol a legsürgősebb, legfontosabb, és ütemesen haladunk majd. Most ö, tavasztól ö, reméljük, hogy újra ez évben is a város gazda nyeri ezt a munkát, hiszen az elmúlt évben példaértékű munkát végeztek, ö, meg is köszöntük mi ö, egyéni képviselők, hiszen minden körzetbe ö, megvalósítottak minden elképzelésünket, reméljük, hogy mi hamarabb majd hozzá lehet fogni. Úgy legyen, közbiztonsági problémákkal fordulnak hozzá? Ez a másik, igen. Most tél volt, talán az ordinári randalírozók is jobban fáztak, kevesebb a probléma, de bízom abban, hogy a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet, valamint a lakók segítségével talán hatékonyabban tudunk az idén az éjszakai randalírozók ellen fellépni, mert ez örök téma. Ehhez tartozik, hogy folyamatosan a közvilágítást is rendbe kell tartsuk, és ebbe is nagyon sokat segítenek a lakók, hál' Istennek. Azonnal jelzik, hogy hol nem ég parkokban a lámpa szervizutaknál, mert ha ki van világítva ez a park, hogyha rendben van tartva, akkor már az is visszatartó erő, és bizony segítenek a lakók is, mert nagyon sokszor összefognak, és most már úgy próbálják őket rendre Még a játszótereinkre is nagyon kell vigyázzunk. Hiába vannak körbekerítve, sajnos a nyári időszakban ez előfordul, most is számítunk rá. De hogy el ne magam, és remélem ez így is marad a négyes főúton, vagyis az egyetlen főutcánkon. Az elmúlt évben azért kevesebb volt az éjszakai motorozás. De ezt csak azért mondtam, el neki a bájam remélem az idén is így lesz. Én is azt kívánom, hogy ne változom, mert ez rendkívül bosszantó és zavaró az ott élők Igen. és az ott közlekedő emberek számára. Nem csak egy körzet problémáit, ügyes és dolgait kell fölvállalnod, hanem a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökeként is tevékenykedt. Költségvetés után vagyunk. Ez volt az önkormányzatiság fennállása óta szerintem az első olyan év, amikor eget rengetően át kellett tervezni az önkormányzati költségvetéseket, a jogszabályi és egyéb változásokból kifolyólag neked mi a személyes meglátásod részt és természetesen a nagy erőfeszítéseket igénylő, de nem látányos <laughs> háttérmunkában, Javult vagy romlott a város helyzete? Az utolsó kérdés részedre válaszolok legelőször. A városunk egy nyugodt gazdálkodással bírhat ebben az évben is. Én ezt bátran mondom, mindazon hírek és jelzések ellenére, hogy kevesebb pénzből tudunk gazdálkodni, nem tudunk majd gazdálkodni. Én úgy érzem, hogy egy nagyon stabil, és nagyon jó költségvetés született erre az évre is. Két alkalommal is pénzügyi bizottsági ülésen, a testületi ülés előtt úgy érzem nagyon komolyan, és minden szakmai résztvevő együttműködésével sikerült olyan kompromisszumok árán ugyan, de olyan költségvetést összeállítani, hogy mindenre fog jutni. Az, hogy mindenre fog jutni, ez egy kicsit így furcsánhat. De mondanám, Feladat, finansz, feladat alapú finanszírozásra kerül most már sor minden önkormányzatnál, így nálunk is. Talán ez okozta azt a fajta más összeállítást, amire szükség volt. De ahogy alakult a költségvetés, látszott, hogy úgy a hajdúszoboszlói embereknek, mint az ide látogató vendégeknek semmi külsőségben, úgymond, Hiánya nem lesz, ez a külsőség, ez természetesen azt jelenti, hogy jut pénz a fejlesztésekre. Tudtunk elkülöníteni pénzt a leendő pályázati önerőkre, ami nagyon fontos, hiszen mi a jövőben is szeretnénk pályázni. Tudtunk az útfelújításokra, tudtunk a közvilágítás bővítésére szánni pénzt, tudtunk egyes fejlesztésekre, és úgy érzem, a temető karbantartástól, a parkok karbantartása minden-minden terítékre kerülhet, úgy, mint eddig. Lehet, hogy nagyon pozitív vagyok, de ha csak azt megnézzük és kiemeljük, ami ugyan nem hozzám tartozik közvetlenül, de pénzügyileg mindenféleképpen, hogy turisztikára, a turisztikai reklámárainkra, a vendégek fogadására még több pénzt tudunk az idén szánni, mint eddig amelyet tudunk, tudjuk, hogy szükséges is nagyon, nem is vonom kétségbe, de itt sem kellett visszafaragni a pénzekből. És ugyanígy kulturális sport, Igen. és úgy tudom, és ö, a, némiképpen a diákeink. Így is. van, tehát alapvetően fel is sorolhatnám a többi részt is, hogy mindenhová megfelelően, na jó, hát természetesen mi is tízszer pénzt is el tudnánk költeni, de úgy, ahogy eddig a általunk megszabott keretek között próbálunk gazdálkodni, és ez menni is fog. Hitelfelvételre nem is gondolunk, semmiféleképpen a nagyobb beruházásaink finanszírozhatók lesznek, tehát úgy érzem, hogy stabil. Az, hogy átalakultak közben bizonyos dolgok, hiszen az intézmény, az általános iskoláink egy intézmény fenntartó központba kerültek. Mi úgy döntöttünk, hogy ennek a fenntartását mi vállaljuk, és nem az állam. Ezzel lehet, hogy kicsit nehezítettük a saját dolgunkat, de én úgy érzem, nem csak az enyém, hanem a testületi tagjaink többségének az volt a véleménye, hogy az idejáró és itt élő lakosok gyermekeiről van szó, és lesz is szó, tehát ez nekünk kötelességünk mindenféleképpen. A pénzügyi ellenőző bizottság elnökeként tagja vagy olyan fontos munkacsoportoknak, gondolok itt például a beruházásra, a közbeszerzésére, amelyek ugye a háttérmunkát végeznek, szintén mind a költségvetés előterjesz vagy előkészítése, de, de, de rendkívül meghatározók az önkormányzat működése és a fejlesztések szempontjából, hogy egy picit mesélnél elő erről a nézőknek, hogy egy kis bepillantást adjunk számukra, hogy, hogy miről is szól ezeknek a munkacsoportoknak a tevékenysége. igen, erről még nem is beszéltünk, én azt hiszem semmilyen alkalommal de nagyon fontos dolgokról van itt szó. Tehát azokat a pályázatainkat, amelyek sikeresek és befogadásra kerülnek, majd pályázati pénzeket, forrásokat tudunk rá nyerni, ezeket a közbeszerzési munkacsoport gondozza, és ennek a munkacsoportnak vagyok én is tagja egy ö, szakmai és képviselők által összeállított csoport, ez az egyik része. A beruházási munkacsoport pedig szintén egy nagyon fontos feladatot lát el, hiszen a település fejlesztéssel, rendezéssel kapcsolatos, tehát itt a szennyvíztől, a csapadékvíz elvezetés és egyéb ö, nagyobb projektek ö, szakmai és úgymondom képviselői gondozása a feladatunk. Nem is látszik ebből semmi. Igazán, mert ez egy háttér dolog. Mi is ennek a jó oldala, mert ö, én nagyon szeretem, hogyha mi összeülünk és mindent megvitatunk és aztán konszenzusra jutunk, mert a végeredmény egy szépen felújított gimnázium, a végeredmény egy szépen rendbetett járóbetegellátó centrum. Reméljük, a végeredmény egy nagyon szép mozi és a rendezvényközpont, és amiben még jobban bízom, hiszen még ennek előtte állunk, és csak a legnagyobbakat soroltam most fel, a művelődési központunk felújítása. Na no hát ezek igen nagy feladatok, mi ebben a részfeladatokat a magunk részéről boldogan vállaljuk. Úgyhogy ezt örömmel teszem. Én is úgy gondolom említetted, hogy optimista mentalitású ember vagy. Képviselőként a Városvezető Testületének tagjaként milyen évet gondolsz, tehát 2013-ra, hogyha lehet ez az elszú? Igen, én pozitívan gondolom mindig a jövőnket, nem csak városi szempontból, Mindenféle szempontból, mert úgy tudunk előre haladni, hogyha pozitívan gondolkodunk. Lehet, hogy ez így csak szólamnak hangzik, de valóban így van. Segítenünk kell egymást. Az egész ö, város ö, úgy érzem, hogy együtt kell, hogy lüktessen. Egyrészt azokat a vállalt feladatainkat, amelyeket meg is akarunk és meg is fogunk tenni, azt együtt kell megtegyük. Ezek a beruházások, ezek a fejlesztések, ezek a felújítások, karbantartások, hogy az itt élő emberek közérzete még jobb legyen. Többet tudjanak mosolyogni, és ö, ö, jó érzéssel sétáljanak a város bármely részén. A másik viszont, ugye amiből él hajdúszoboszló nagy része, ez az idegenforgalom. Ebben is nagyon sok feladat van, nagyon-nagyon sok, én ezt szakmailag nem is ö, Fejthetem ki, hiszen nem hozzám tartozik, de meg kell tegyünk nekünk, itt élőknek és városvezetőknek mindent azért, hogy még több vendég jöjjön hozzánk. Nagyon nehéz gazdasági évek állnak mögöttünk, az idei év sem lesz sokkal jobb, ezt még mindenki tudja. Örömmel látjuk azt, hogy néhány dologban már talán könnyítenek, és pénztárcánk is egy kicsit. Ö, több mindent fog tartalmazni, tehát ö, több pénzünk maradhat. De várnánk azokat a turistákat, és nem széttárt karokkal, hanem munkás ö, előkészületekkel, akik ö, jönnének és jöjjenek hajdúszoboszlóra, hogy nekünk itt élőknek is minél több bevételünk lehessen ebből. Dolgozik ezen a fürdő, dolgozik ezen a városvezetés, és úgy érzem az itt élő emberek is, mert és a a a így van, szemű, nem szeretném egy, -e egy cseppet sem kihagyni, hiszen az ő pályázatuk is ezt a nagy-nagy erőfeszítést mutatja. És az itt élő emberek, amivel be is szeretném ilyen formán fejezni, akik akárhogyan is van, de mindig mosolyogva várják, és mosolyogva ö, kalauzolják a vendégeket egész nyáron, mert tudják, hogy viszik a jó hírünket, a hajdúszoboszló jó hírét. Így legyen 2013-ban, és megköszönöm még egyszer, hogy befáradtál és eredményes, sikeres munkálkodást kívánok számodra. Nagyon szépen köszönöm, én pedig kérem, hadd mondjam még azt, hogy ugyanezt kívánom a város összes lakosának. Úgy legyen. Köszönöm.